Ettek, szántottak, mentek vadászatra. Ilyen keservesen éltek, hogy megkeressék kenyerüket. Elnevezése. Ezt a nevét azért kapta, mert furcsa eset történt rajta. Megbízta egy boltos fuvarosnak, mert a Tiszántúrra tintát szállítottak. A boltos nagyapónak jól megmondta, hogy vigyázzon a tintára, mert repett a hordó vége, kifoly a tinta belőle. A különböző stílus jegyeket, hogy miért, hogyan, merre, meddig. Na, én ezt egyébként most hallom, hogy a nővérbe felé van ezelőtt, vagy találkozott először az anyagot. Én akkor te nem értél. Én akkor nem. Akkor még nem értem. Én 78 napot emlékszem is rá, viszont én nem az egészen, csak egy-két lappal is, amikor keresztény nem sülődik rá, és nem is rólnére keresztény nem is. Tehát én általában keresztény nem szoktam. Szóval kanyarodtam el, tehát amikor Zsuzsó Mégnétől ezt elkértem, ezt a két napig hószövegfényvet, akkor neki is eszébe jutott, hogy ő tulajdonképpen szerette volna folytatni. És az ugye 2005 tájékán volt, és akkor 2006-ban, 77 éves korában folytatta. Nagyon sokat írt egyébként, sokat kellett belőle tudni alakítani a terjedelmi okoknál a fogva. Öltözködött szaporán! Ráparancsolt Jenimére, a fiára. Jenimé! Hogy még segítséget hí, gondja legyen a puskára. Puskámat? Jó, már is hozom. Az álmából felrázta Tapló bátyját. Ébredj, Tapló! Mi van? Hogy pucolja ki ő is szép tisztára a puskáját. Puskámat? Bizony. Nagyanyúra ráparancsolt. Anyjuk! Készítsen a tarisznyába. Sót, paprikát, ennivaló. Sarogjába.